Na sziasztok fiúk, lányok, pacsi mindenkinek, gyerekek, Lucky Trade lesz. Egy kis érdekesség van itt az új generációban, egy eléggé vagány kis jószág. Ez ugye a legújabb generációnak a lárvitárja, hogyha úgy tetszik, vagy a kis gibléje. Egy hát eléggé undorító kis féregnek néz ki az első formája, viszont hogyha evolvoljuk, akkor úgy kipendül. Mi is ennek a neve? Várjál. Frigidax. Reshiramot kérte, az szerencsére van is, van kövér példa. Ezt rányomjuk, ez olyan szimpatikusnak tűnt. És akkor itt egy olyan, hogy Freebex, milyen volt az IV-ja? Hát kuka IV-ja volt. Szóval ez egy kis undormány, olyan kis féreg. Nem tudom, van az a vízi hal, ami ilyen mélytengeri hal, olyan horpadva a sapkám. Ez a mélytengeri hal ilyen nagyon gusztustalanul néz ki. Csúnya, mint a bűbánat. Na nekem ahhoz hasonlít. De az ivó volt formája, az már egy fokkal vagányabb. Hogyha jó lesz, akkor természetesen ivó voljuk is instant. Mert miért is ne? Nézzük először a Reshiramot. Ez a Frigi, ez kicsit megnőtt a CP-je. Nézzük a Reshiram, ennek is megnőtt a CP-je. Hát ez, figyelj, 15-13-13 lett. Nem rossz, de azért kuka. Nézzük a Frigit. Hát ez szar. Ez iszonyú szar, ez nem éri volt, gyerekek, ne haragudjatok. Na mindegy. Hát ez gusztustalan lett. Jó, hát nincs mit tenni, próbálok még szerezni pár ilyet, mert ebből szeretnék egy jó IV-sit, és akkor még a mostani videóban megpróbáljuk majd ezt evolve alá vetni. Blacklight, neked mi a gyíkom lett a karaktered, de mert már pár napja ilyen szar, hogy ilyen se csapatot, se semmi, se buddy-t, és így ki van fagyva a karaktered. Szóval jelentkezz, hogy mi van vele. Hamarosan jövök a következő Friggy trade-del, mert most ezeket akarom begyűjteni. Hát, ha lesz egy jó. No, végre ismételten elkezdte a rendszer adni a Lucky Trade-eket. Nem tudom, mi alapján dobálja. Hetekig nem volt, csak ilyen 1-2 random. Most meg aztán napok óta szórja. Viszont az a bűnös nagy helyzet, hogy Freebucks-ot nagyon nehéz találni. Nagyon kevés embernek sikerült fogni. Nem tudom, srácok, hogy vagytok vele, írjátok le, hogy sikerült-e párat elkapnotok, mert nekem is összvisz egyet kellett, azért is úgy tekertem, hogy tüdőm majd kiköptem. Hát muszáj volt, na. Azon a kis vagány jószág lesz, tuti, szóval abból kéne egy jó, de nem nagyon tudok szerezni, szóval most Istvánunk azt mondta, hogy neki egy kis tirunt kell. Ez cuki, ez a puki, az egyik legjobb választás lehet ez is. Én megmondom, akkor valami sima legendást értett bele, én molok, mert miért is ne. Itt van egy ilyen csóró Kyogre. Csak mégis a rend kedvéért, hogy hát, ha beadja végre itt a százast. Ennyi. Próbálom még vadászni. Most bedobott ma megint vagy két vagy három Lucky Friendet. Remélhetőleg írnak majd. Aztán hát, ha valaki 23-51-nek kellett volna lenni, ha jól emlékszem. De ez nem az lett. Nézzük a kis... Ó, ez nagyon nagy lett. No. Hát figyú. Aki nem finnyás erre, azért egy szolid 96%-os tirunt, az beúszott. Hát, István majd eldönti, hogy megpumpálja-e, avagy sem. Nos, hát gyerekek, vadászom tovább a Lucky Trade-eket, most kicsit lassabban megy a dolog, mert napi egy special trade lehet, ugye, de próbálom vadászni, aztán majd remélhetőleg mindjárt jövök egy jó kis Freebucks trade-del. Nos, itt vagyunk egy következő trade-nél. Fú, már kicsit este van. Kikinyugalom van, az a büdös nagy helyzet, de így 9:30 tájékán is letoljuk a mai trade-et. Most Closednek kéne Young Mo, nincsen Young Mo-nk. Sprigatitonk itt egy van. Hát ennek eléggé jó az IV-ja, de hát neki ezt kellett, ezért adok egy 96-osat, haver. Hát a 100-es lesz belőle, érted? Én meg nem is tudom, mit kérek érte. Mindjárt így gyors átnyálazzuk, hogy milyen legendary pokéi vannak. Jó, ó,
ott is van az Armored Mewtwo, hát nem is megyünk tovább. Ebből is kéne már a papának egy százas, az a bizonyos nagy helyzet, szóval durrancsuk is neki azonnali jelleggel. Cannot confirm ilyet, miért nem lehet ezt konfirmálni? Na, így már is jobb. Egy, ugye a százas Mewtwo gyűjteményünkben még mindenképp kéne egy Armoredet szerezni, Armored meg eléggé kevés emberkének van, szóval hé, ez szinte ugyanaz lett az IV-ja. A kis cica... nem, ez nagyon rossz lett. Hát 96-osból ez lett, haver. Na, mi ez? Haszontalan, nézzük a kis Newtunk milyen lett. Hát bátya, csak az IV növelés, hozzátok már be. 98-as, hogy a csuda vigyel. Majdnem 100, ez már. Aj, csak egyszer hoznák be ezt a pusztulatot, hogy lehet IV-t növelni valami harca, vagy bármivel, tuti, hogy nyomatnál. Én nem értem, hogy miért nincs ilyen, hogy tréneld a pokérat, és akkor van rá esély. Mit tudom én, valami nagyon kis esély, hogy nőhet az IV-ja. Ha sokat foglalkozol egy pokéval, miért nem nőhetne az IV-ja? Nem értem. De hagyjuk is. Annyi ötletem volna, hogy lehessen ilyet is csinálni. Tehát ez nem az én asztalom. Nos, mindegy, gyerekek. Úgy néz ki, hogy Frigit, a kis... itt mindjárt lemerül az akkumulátor. A kis Frigibaxünk. Nem nagyon van senkinek az a bíros nagy helyzet. Csak ez a kis putris bolhafészek van. Ezen ivolvolunk egyet, én azt mondom nektek. Nézzük meg, hogy hogy néz ki a továbbfejlett változata. Ezt rakom gymbe, és hogy hetetem, akkor tudjátok, van esély, hogy ad candyt. Szóval, hogyha már gymbe rakok, akkor legalább menünk kinézőt rakjak már a gymbe. Ú, a telefonom mindjárt ki fog kapcsolni, gyors egy töltőt felcsattintunk neki. Ó, új Pokédexbe. Ó, hát ez még milyen jól néz ki! Így. Egy kis fényerűt adtam már, hogy én is lássak valamit. Az még kajakra jól néz ki. Arctibex. Milyen hangja? Wow. Tehát nem tudom, hogy hogy néz ki az ivójelzre, mindjárt rá googlézok, mert a Friggy ahhoz képest milyen kis csúnyácska, ez már azért valami menő kiállása van neki. Jó van, tetszik. Megpróbálok mindenképp varázni, gyerekek, hát ha még sikerül a vidibe behozni egyet, legalább osz valami jó IV-t összepattintunk belőle. Mindenesetre azért ez a 98%-os Armored Mewtwo, azt hiszem, hogy azért eddig elég penge. Meg azért ivó voltuk ezt is. Jó, még egy lucky trade-em lesz, ha minden igaz ebben a vidibe, azzal mindjárt jelentkezek. Na jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk a következő trade-nél. Figyú, várj, lövöm a képernyő felvételt. Ezt valaki mondja már meg nekem, hogy ezt mi a gyíkomért csinálja, hogy így mindig, mikor belépek, így engedélyezni kell, hogy beléphessen. Tehát minden megvan adva a pokénak, hogy belépjen, vagy bekapcsoltam valami extra security-t a Gmail-es akkuntomon. Ha valaki esetleg tudja, hogy ezt miért csinálja, mert ezt nem olyan rég kezdte el, azt hittem valami pokés update, de másik telefonon meg simán be tudok lépni. Milyen weather warning van itt. Nem is mondott semmi extra időt, csak egy kis esőt. Na mindegy. John Maestroval nyomjuk itt a Lucky Trade-eket. És egy egész ritka Legendary-t fogunk trade-elni, amit még talán nem is nagyon trade-eltem szerintem. Mindjárt. Mindjárt elő is vadászuk. Xurkitri. Van elnevezve? Igaz, többet viszont mi. Viszont 2200, ez szimpatikus volt. Nekem egy darabom van. Ez az egyes százas lesz, az kész. Nem cifrázzuk túl a dolgot.
Meg is van. Bim bum. Ez rohadt erős. Electric. Nem nagyon használtam, de top listában láttam a Battle, a Go Battle-be, hogy eléggé penge. Ez biztos, hogy nagyon szar lett. Nézzük először a... Johnny haver! Hát ezért erre már nem fintorgunk, bátya. Oda néz! A 98-as tuja. Na ez komoly. Én azért ennek adok egy csillagocskát, ez nem olyan szar. Az enyém az tuti, hogy full kuka lett, így is van. Ez majd megy a transferba. Csak azt várom, hogy hát lesz olyan nap, tudjátok, mikor minden transferre 100%-osan ad XL Candid, és akkor ezeket a Lucky Legendary-ket el fogom transferelni. Nos, John Master havernak itt beadta a tutit, én azért ebből egy 98-asat már felrántanék, már csak azért, hogy tudnák elkölteni rá rohadt Rare Candid-t, mert annyi van belőle, mint égen a csillag. Hol van? Hol a Rare Candy? Én nem is láttam, ellapoztam, de valami gusztus, itt is van, 1500, most nincs mire költenem, erre meg nincsen candy, most el tudnám rá költeni. No, mindegy is, gyerekek, hát Freebacks-et nem sikerült többet találnom, sajnálatos módon. Szóval ebbe a videóban nem lesz több, de legalább jó voltuk azt a kis satnyát. Ami igazából lucky, szóval majd gymbe be fogom dobálgatni az Evolvolt formáját, legalább normálisabban néz ki. Utána néztem tegnap az Evolvolt formájának, a Max-ra Evolvolt. Kicsit ilyen Godzillás nekem a stíló, amúgy jól néz ki. Majd meglátjuk. Nem egy Tyranitar, de azért jól néz ki. Jó van, srácok, lányok, köszi szépen a figyelmet. Tetszett a videó, csapassatok így egy hatalmas lájkot, aztán hamarosan találkozunk. Remélhetőleg mi lesz? Nem tudom, hogy mi lesz most a közeljövőben, de biztos nyomatni fogjuk. Mindenki vigyázzon magára. Aztán hamarosan Team Burr Community Day, azt meg fogjuk durrantani. Sziasztok!